Sziasztok! Barbara vagyok ismét a Kócs, és köszöntelek szeretettel a csatornámon. Folytatjuk az utazásunkat a borderline témakörben. Amikor valakiről azt mondjuk, hogy borderline-os, vagy esetleg borderline személyiségzavaros, vagy borderline vonásokkal rendelkezik, akkor általában megijed ettől a kifejezéstől, hiszen ennek a szónak van egy nagyon negatív értelmezése, ami általában a fejekben él, vagy hogyha valaki utána néz, vagy a klasszikus női magazinokban, hogyha megnézi, hogy milyen az a borderline, akkor két dolog jut eszébe. Az egyik, hogy valaki, aki mindig öngyilkos akar lenni, meg a halállal foglalkozik, a másik, hogy falcolja, vagdossa magát, vagy valamilyen önkárosító dolgot végez. Azonban egyet tudnotok kell, a borderline is sokkal több. Hogyha 5 millió borderline él ezen a földön, akkor az öt különböző típusú ember. A borderline-nak is van egy spektruma. Vannak enyhe, közepes, súlyos és extrémen súlyos esetek. Általában a kollapsusokban, az összeomlásokban, a krízisekben találkoznak a szakemberek a borderline emberekkel. Általában ott születnek meg a diagnózisok, amikor tényleg van egy olyan összeomlás, hogy bejut esetleg kórházba, vagy begyógyszerezi magát, vagy tombol, és emiatt rendőrt, mentőt kell hívni, és nyilván a pszichiátriának a 30-40%-át, szerintem minimum, szerintem sokkal többet ők tesznek ki. Amúgy nekem az a tapasztalatom az ügyfeleim által, hogy nem igazán adják meg ezt a diagnózist, ezt a borderline diagnózist nehezen is adják meg a szakemberek, hiszen általában valamilyen tünettel kerülnek be az emberek, mély depresszióval, vagy valami, könnyebb ezt megadni, vagy valamilyen homályos kategória születik, hogy nagyon töredezett a személyisége, vagy valami, de nem igazán kerül ez leírása. Én pedig azt mondom, hogy nem kell félni ettől a szótól. Egyrészt két dolog miatt. Egyrészt azért, mert a borderline személyiségzavar tünetei, ami a diagnosztikai kritérium alapja, szinte egy az egybe megfelel a komplex posztraumás stressz szindróma tüneteinek. Ezért nagyon gyakran össze is keverik a kettőt. Teljesen ugyanolyan tüneteid vannak, és csak nagyon jó szakember, meg az idő mutatja meg, hogy ki ebből a helyzetből, vagy állandóak rád ezek a tulajdonságok, jellemzők, hogy te valóban borderline vagy, vagy pedig egyszerűen áldozat vagy, mondjuk egy narcisztikus bántalmazó kapcsolatban, vagy pszichia, pszichopata bántalmazó kapcsolatban, és ezért komplex posztraumás tüneteid vannak. De sokszor ez a kettő, mind a kettő ott van az emberben. Azért valljuk be, őszintén, a narcisztikus mellett nem jellemző, hogy egészséges személyek maradnak meg. Vagy olyan személy marad meg, aki kódependens, vagy olyan, aki borderline, vagy olyan, aki kódependens borderline az esetek nagy túlnyomó többségében. Nem mindig lehet mellette egy másik narcisztikus, lehet mellette ritkán egy egészséges ember, aki próbálja őt terelgetni egy ideig, és lehet mellette teljesen más problémával küzdő személy, de ez a leggyakoribb forgatókönyv kódependens, vagy borderline, vagy mind a kettő, aki nyilván hordozza az általános szorongás és a komplex posztraumás stressz tüneteit is. A következő videó sorozat még három lesz, a mai kívül még kettő, abban segít, hogy egy kicsit mélyebbre betekintsünk a borderline személyek világába, és természetesen professzorunkat szenvednint hívom segítségül, ez az ő könyve, sok könyve van, most is találkoztam vele, és azt mondta, hogy hat könyvet írt itt a Covid alatt, szóval eszméletlen termékeny. Keresétek, aki tud angolul, a Youtube-on csatornáját, 1400 videója van fönt, most jelen pillanatban hetente többet is készít, és sok-sok könyve van angol nyelven, ami elérhető. Én arra kaptam lehetőséget általa tőle, hogy az anyagainak egy részét magyarra fordítva kicsit kiegészítve a saját tapasztalataimra, magyar vetítve adjam vissza nektek. Most tehát a borderline-okról fogunk beszélni, és áruljak el egy titkot. Én is borderline vagyok. És nem szégyellem, hogy borderline vagyok. Azt sem szégyellem, hogy vannak időszakok, amikor krízis helyzetben vagyok, vagy amikor az életem mélypontra kerül. Most már visszatekintve felismerem, hogy volt ilyen mélypont az életemben három-négy alkalommal is, amikor nagyon-nagyon intenzíven borderline borderline személyiségzavarnak megfelelő tüneteket hordoztam magamban. Most is vannak olyan élethelyzetek, amik be tudnak bennem kapcsolni sémákat. Hiszen a sémák, az a 18 séma, amiről a séma tréningen tanítok, és amit nagyon-nagyon ajánlok minden narcisztikusnak és borderline-nak és velük együtt élőnek, az azt jelenti, hogy a borderline személyeknek majdnem mind a 18 sémájával. Baj van. Éppen ezért, aki eljön hozzám a tkk vagy online elvégzi a tk t vagy az áttörést, és úgy érzi, hogy nem elég neki, ennél mélyebben vannak a sérülései, az nagyon gyakran borderline vagy narcisztikus, és emiatt nem elég, hiszen a TKAK áttörés tulajdonképpen csak két sémánkat érinti kimondatlanul a behódolást és az önfeláldozást, ami a kódependenseknél nagyon gyakori. De a borderlineoknak sajnos mind a 18 sémájával, szinte mind a 18 sémájával baj van. Ebből a legfőbb probléma általában az elhagyatottsággal van, amikor bekapcsol benne a féltékenység, a nyomozás, az, hogy elfogják hagyni, meg fogják csalni, ez lehet vélt vagy valós, félelem, amikor bekapcsol, vagy meg fog betegedni, meg fog halni az az illető, akit ő szeret, és hát nagyon gyakran ennek a sémának megfelelően cselekszik, tehát bevonz ilyen embereket az életébe. Na, de ma egy nagyon érdekes témáról fogunk tanulni, és ez az a pont, amire szerintem egy csomó borderline büszke lehet, szóval amikor valaki azt hallja, hogy ő borderline tulajdonságokkal is rendelkezik, nem kell megijednie. Tanuljon róla, ismerjen meg mindent, amit csak lehet, ezt nem kell szégyelni, egyrészt nem tehetsz róla, hogy valaha megsebeztek, valószínűleg gyerekkorodban, róla, ha tudsz róla, hanem, és kialakult ez a töredezett személyiség, aminek talán a legfőbb ismérve a borderline tulajdonságok, de aztán lehet, hogy néha kicsit narcisztikusként viselkedsz, néha kicsit hisztriónként, néha kicsit pszichopataként, ugye? De mondjuk sokszor, főleg a problémás helyzetekben, amikor el akarnak hagyni, amikor megcsalnak, amikor összeomlik körülötted a világ, vagy valaki megbetegszik, tehát valamilyen stresszes helyzet van, akkor elő tudnak jönni a borderline tulajdonságaid, és nem árt, hogyha erre felkészülsz, és felkészíted a kapcsolatodat, felkészíted a családtagjaidat. Na ezért várlak a séma tréningen. Szóval, ma arról fogunk tanulni, hogy miért elbűvölő egy borderline, miért ellenállhatatlan egy borderline nő, mi hogyan csábít, hogyan babonáz meg téged egy borderline nő. Mert egy borderline nő az elcsábít, az behálóz, az rád dob egy bűbájt. Ilyen a borderline hogyan csinálja ezt, hogyan sikerül neki kicseleznie az összes racionális védekező mechanizmusot, ha mondjuk te egy narcisztikus pasi vagy, vagy egy kódependens pasi vagy, vagy lehet, hogy egy egészséges pasi vagy, hogyan tudja kicselezni a racionális tapasztalataidat, a jó ítélő képességedet, a barátoktól és a családtaktól jövő tanácsokat? Hogyan sikerülhet neki az, hogy ilyen ellenállhatatlan bűbájos legyen? Szembetnén tapasztalatait is elmondja az ő videójából, videójában, és azt mondja, hogy első kézből ismer, ismeri az embereknek ezen gyönyörűséges változatát, ahogy ő fogalmaz, azaz a borderline személyiségzavarban szenvedő nőt, nőket. Ahogy elmondta nekem szem a sok találkozásunk és személyes beszélgetéseink alkalmából, hát, hogy ő mindig borderline nőkbe szeretett bele egész életében még mielőtt a feministák rázúdítanák a haragjukat, haragjuk cunamiának, első, második, harmadik, negyedik hullámát, ahogy ő fogalmaz, tudja, és én is tudom, hogy a borderline -ok fele férfi. Oké? Okay? De ez a videó a borderline-nőkről szól. Azokról a varázslatos teremtményekről, akikhez nincs hasonló a földön, mondja Szenveknin. Hála jó Istennek! Na, merüljünk is bele ebbe a témába. Ahogy mondtam nektek, a borderline nő nagyon sokféle lehet. Van egy spektrum, aminek a legvége, a jobb oldala, a legsúlyosabb esetek, azok nagyon a pszichopatákhoz közelítenek. Oda nem igazán jó tartozni. Arra nem lennék büszke, ha oda tartoznék, hiszen Tényleg ők azok, akik a legtöbbször visszakerülnek a pszichiátriára, a botrányhősök, a nagyon komoly függőségekben, droga, alkohol és egyéb függőségekben, nagyon nagy drámakvinek, sokszor öngyilkossági kísérletet megkövetelők, zsarolók, tehát ők tényleg egy másodlagos pszichopataként működő nők, most a nőkről beszélünk. De a spektrum közepén, meg a szelején nagyon-nagyon sok értékes és tüneményes nő áll tünékeny, csillogó, csillogó csoda, egy déli báb, a Fata Morgana, vagy a Fem Fatal, a végzett asszonya, aki olyan, mint egy kaleidoszkóp, nem tudod megfogni, mert mindig olyan éteri, lebegő, ahogy szenvetném fogalmaz, olyan, mint egy gyönyörűséges pillangó. A borderline nő úgy kreatíva, hogy van. Számos stratégiája van arra, hogy korlátozzon, megfogjon, maga mellett tudjon, a saját hatás körében, a közelében tartson, hogy biztos legyen benne, hogy sosem engeded el, és ő sem engedel soha, zárójelbe jegyzem meg az egyes számú séma, az elhagyatottság séma miatt. A várható élettartamunk sajnos korlátozott, így nincs lehetőség arra, hogy átnézzük az összes stratégiát és taktikát, hadicselt és fortét, amelyek tipikusak egy átlagos borderline-osnál nem beszélve az intelligens borderline-okról. Ma nyolcról lesz szó. Nyolcról, ahogy szemfogalmaz, valószínűleg a nyolc ezerből. De miért is olyan ellenállhatatlan, elbűvülő a borderline nő? Mi teszi őt, ezt a szemét, ezt az entitást olyanná, hogy nem tudsz nélküle élni? Kiegészít téged. Ő lesz a másik feled az ikerlángot, a lélektársad, az eddig hiányzó rész. De hogyan képes arra, hogy kiegészítsen, teljessé tegyen téged? Zárójel, főleg, hogyha van benned narcisztikus vonás, megküzdés, vagy narcisztikus a személyiséged. Vagy kódependens. Miből nyeri azt az erőt, hogy behatoljon a legbelső forrásaidba? Hogy átvegye az irányítást az elméd és a testet felett? hogy megragadjon, és játszon az érzelmeiddel. Főleg, ahogy mondtam, ha narcisztikus vagy. Honnan van neki ennyi ereje feletted? Na, kezdjük a drámai résszel. A borderline személyiség zavar, B klaszteres személyiség zavar, a B csoportos személyiség zavarok közé tartozik, éppen ezért drámai vagy szeszélyes, hiszen ezek a drámai személyiség zavarok, ugye négy tartozik ide, sok videóban elmondom, a borderline, a narcisztikus, a hisztrionikus és az antiszociális régen pszichopata. A dráma tehát a legfőbb ismertető jele az egésznek. A borderline-nak is, de ennek az egész csoportnak, a cluster B-nek, a B csoportnak. A borderline állandóan drámai. Mindent eltúloz. Minden hangsúlyos mindenből hatalmas dolgot csinál, ami a modern világunkat, létezésünket a leginkább jellemzi manapság, az pedig az unalom. Az unalom, na és a szorongás. Az emberek szétunják az agyukat. Kérdezz csak meg a Netflixet. Emellett pedig szoronganak is. És a borderline drámája elég lesz mindkettőtök számára. Hiszen azért van ott, hogy megváltoztassa az életedet hogy átitassa magával a te hogy szint vigyen bele. Váratlan vagy akár tiltott dolgokat műveljetek, hogy minden kiszámíthatatlan legyen. Szórakoztat. 7 per 24-ben, minden percben, minden másodpercben, minden nap, a hét minden napján. Vele sosem tudhatod, hogy mi következik. Nem is akarod tudni. Az egyetlen, amiben biztos lehetsz, hogy valami lesz, valami történni fog. A borderline azért lépett az életedbe, hogy felkavarjon, hogy destabilizáljon, hogy kétségbe vonda saját józan eszed az élet alapjait, amit felépítettél magadnak. Megkérdőjelezi, megfúrja az elveidet, amelyek eddig egyben tartották a hitrendszeredet. Itt van, de közben nincs is itt. Elviselhetetlenül és szívfájdítóan távol van, és mégis olyan közel, melletted, az ágyban, ha szerencsés vagy. Megnyugtat, enyhíti, mérsékli a rutint, megszépíti ezt a nagyon egyszerű földi világot. Különlegesnek érzed magad mellette, mivel te is résztvevője vagy a drámának. Kicsit úgy érzed magad, mint egy színész, akinek sikerült a meghallgatás. És egy nagyon-nagyon különleges és sokat követelő rendező őt választotta. Itt aztán nem lesz időd a szorongásra, se a depresszióra, mert túlságosan is elfoglalt vagy azzal, hogy valahogy kezeld, hogy egyszer fent van, egyszer meglent az ő viszontagságait és azt, hogy megőrít. Elveszi az eszed. A második stratégia, amit a borderline használ, az nem más, mint hogy teljesen a függőjévé tesz annak, hogy jelen legyen az életedben. Erre a megközelítés elkerülés közelít, távolít taktikáját alkalmazza, amely, frajtól tudjuk, az ismétlési kényszer egyik formája, de nem az ő esetében. Az ő esetében ennek a szorongáshoz van köze. Egyrészt a szeparációs szorongáshoz, ezért közelít állandóan. Ezért közelít meg téged állandóan. Másrészt viszont fél is attól, hogy bekebelezed és összeolvadtok egyszer azt akarja, hogy a párja légy, aki szabályozza az érzelmeit, észleléseit, hangulatait, azt akarja, hogy meghódítsd őt, az elméjét, biztosra akar menni, hogy ez az egész sziklaszilárd, azt akarja, hogy te legyél számára a stabilitás szigete. Ezért közelít meg. De miután beteljesíted ezeket a szerepeket, becsületesen és szeretetteljesen a magad módján, akkor meg úgy érzi, hogy megfojtod. Úgy érzi, hogy legyűrted. Úgy érzi, hogy túlszul az egész létezését. Úgy érzi, hogy elnyelted, hogy magadba integráltad, magadba olvasztottad, magad alá rendelted. Ilyenkor meg el akar menekülni. Ez az elkerülés, a távolodás. Ebből az egészből alakul ki végül az úgynevezett időszakos, szakaszos megerősítés. Ez pedig a bántalmazás egyik legfőbb ismertető jele fő stratégiája. Ettől érzed azt, hogy bántalmaznak. Forró, majd hideg. Forró, majd hideg. Itt és ott. Most és soha. Jelenlét és távollét. És ez nagyon nehéz feldolgozni. De ez kondicionál téged. Függővé tesz mivel ő az egyetlen, aki megadhatja neked a következő löketet. no és az adrenalint, azzal, hogy kikel magából, a dekompenzálással, a vakmerőségével, az ellenszegüléssel, és a másodlagos pszichopata viselkedéssel. Eléri, hogy bizonyos hormonok termelődjenek benned, ettől leszel függő, ezzel kerülsz rá a csalira. Az ő kezében van a kulcs, csak is az övében de azt hitted, hogy te szabályozod az ő hangulatát, hangulatingadozását és érzelmeit, de a vége az lesz, hogy ő irányítja a tieidet is. Drámája részeként, ahogy mondtam, egy klasszikus borderline, nem mindenki, időnként vagy gyakran, öngyilkossággal is fenyegetőzhet, nem mindenki. Az ő esetében, ha ezzel fenyegetőzik, és ilyen típusú borderline a párod, ez nem is csak egy kósza fenyegetés. A borderline személyiség zavarral diagnosztizáltak 11 a el is követi sikeresen az öngyilkosságot. Amikor tehát öngyilkossággal fenyegetőzik, az bizony rémisztő, mert igenis lehetséges, hogy megteszi. Lehet, hogy tényleg megcsinálja. Az öngyilkossági fenyegetések miatt azonban elkezdesz lábújhegyen járni, mintha tojáshéj akkor járnál, ha nem így teszel, akkor attól félsz, hogy triggereled. Elkezdi megváltoztatni tehát a viselkedésedet, de még a gondolkodás módodat is. Elkezded cenzúrázni magad. Nagyon odafigyelsz arra, hogy mit mondasz, igyekszel elkerülni a konfliktusokat, konfliktus kerülő leszel, megszelidít, háziasít, és elkezd irányítani téged úgy, ahogy az emberek általában a házi állatokat szokták. A borderline rádakaszkodik. Olyan, mint egy pióca. Tehetetlennek mutatkozik. Ezzel mind a te grandiózusságodat táplálja, ha narcisztikus vagy. Ugye így alakul ki a borderline narcisztikus tánc? És mennyi ismerős dolog, amit ő is csinál, és te is. Egyrészt ő a végzet asszonya. végzet. Másrészt viszont csak egy kis gyerek, vagy maximum egy kiskamasz ahogy te is. Ezért te úgy érzed néha, hogy te vagy az anya, vagy a szülőfigura, mintha az apja lennél. Néha fordítva. De elkezded kielégíteni normál esetben az ő lelki szükségleteit. Elébe mész a kívánságainak és a vágyainak, mert szüksége van rád. Ragaszkodik hozzád. Reménytelennek, tehetetlennek érzi magát nélküled. Nem élné túl nélküled. És ez nagyszerű érzés számodra, ha narcisztikus vagy, mivel ezzel jó nagyot dob azon, hogy igazán férfinak érezd magad. Ezt érzi a rejtett és a nyílt narcisztikus is. Az önbecsülésed az egekben lesz ettől. Szabályozza az önértékelésed, sokkal magabiztosabbnak érzed magad. Ez a borderline-nal való együttélés titkos forrása, hogy narcisztikusként istenszerűnek érezheted magad mellette, minden hatónak, minden tudónak amikor mellette állsz, akkor olyan, mintha két méter magas lennél minimum. Képes vagy mindenre. Bevezett téged a korlátlan lehetőségek birodalmába. Amikor egy borderline vagy együtt, akkor úgy érzed, hogy minden lehetséges. A világ kinyílik. Minden lehetőség megvalósulhat. Fantáziák válhatnak és válnak valóra. A borderline-nal mindketten egy közös fantáziában, álomszerű állapotban, egy hipnózisban vagytok. Ezt éri el azzal, hogy következetesen és ismételten ragaszkodik hozzá, tapad rád, mint a ragasztó. De miközben rád tapad, kiszívja a véredet, az összes energiádat és erődet, az életerőt. Ez a ragaszkodás, nyomulás, tapadás, tehetetlenség, parazita méreteket ölt. Szimbiózist akar. Olyan, mint egy vámpír, és te szereted ezt az egészet. Szereted azt, hogy szükség van rád. Szereted, hogy hízelegnek neked. Úgy érzed, hogy nem éled túl akkor, ha nem kapod meg úgymond a nagyszerűség adagodat azzal, hogy kiemelkedő alak légy a borderline életében. Te vagy a vezetője, a gurúja, a mentora, a kócsa, a tutora, az apja, de még az anyja is. Tévedhetetlen vagy, istenszerű figura vagy a számára. Te vagy a lézerének a fókusza, te vagy a világ közepe, te vagy a tengely, a forgás tengely, amely körül kering. Te vagy a nap, ő a Föld. Vagy éppenséggel, te vagy a Föld, és ő a hold. Te vagy, és ő téged tükröz vissza. Te vagy a fényforrása számára, te villanyozodott fel, te vagy a boldogsága. Nagyon-nagyon hasonlít ez a kapcsolat a szülő és egy nagyon kicsi gyermek egy bébi, egy csecsemő kapcsolatára. Kialakul a kötődés. Egyfajta szülői kötődés alakul ki. Úgy kezded ezt szeretni, mintha a gyereked lenne. A következő eszköz, amelyet a borderline szerszámos ládikájában megtalálunk, az nem más, mint az idealizáció. Ez is diagnosztikai kritérium amúgy a borderline-nál. Tehát nem csak arról van szó, hogy szüksége van rád, nem csak az van, hogy rád csimpaszkodik. Vagy arról, hogy szörnyen reagál az ignorálás, elutasítás, elhagyatás legcsekélyebb jelére, hanem arról is, hogy idealizál. Elmondja neked, hogy mennyire tökéletes és brilliáns, mennyire jóképű, milyen elvűvölő vagy. Hogy mennyire csodálatos, hogy jelen vagy az életében. Hogy mennyire nélkülözhetetlen vagy a számára, milyen értékes, mennyire páratlan. Ezzel természetesen megint a grandiózusságod aláadja a lovat. És erről te nem akarsz lemondani. Olyan ez, mint valamiféle drog. Ő a drog, te pedig a drogos. Hűsége bizonyítékaként használja az idealizációt, ahogyan a határok nélküli szexet is. Nem létezik jobb szex a világon, mint a szex egy borderline-nal. Ezt elmondom még egyszer. Nem létezik jobb szex, mint a szex egy borderline-nal. A szex a borderline-nal szinte szürreális, pszichedelikus, pervers tapasztalat. Minden megvan benne, amiről valaha is fantáziáltál, sőt, még annál is több. A borderline a szexuális Disneylandet kínálja neked, még hozzá ingyen. Vagy legalábbis azt hiszed, hogy ez ingyen van. Pedig valójában ez a csalia, ezzel tesz a függőjévé, ezzel biztosítja be magának, hogy visszatér. Ezzel teszi nyilvánvalóvá, hogy itt valamiféle üzlet van. Ő minden megtesz az ágyban, és azon kívül is, amit te szeretnél. Azért, hogy ott legyél neki, és csak neki. Minden másodpercben, minden percben, minden egyes nap. Transzakciós szexről van tehát szó. Nem rólad szól, ez egy fizetőeszköz a kapcsolat fizetőeszköze. A korlátok nélküli szexet mélyen átszövik a fantáziák, ahogyan a hazugságok is. A borderline drámájának és őrületének az állandó, ismételt kertelés és a taktikázás a része. A valóság átkeretezése. Viselkedésének, illetlen viselkedésének a minimalizálása, fantáziálás, ezeknek az a célja, hogy finoman, sőt, akár még azt is mondhatnám, hogy akaratlanul, tudattalanul gázlángozzon ő is. A borderline nem olyan, mint az elsődleges pszichopata. Ő nem ravasz, ő nem manipulatív, nem ördögi, nem rossz indulatú. Nincs célja, nem számító ezzel a viselkedés elő, azért csinálja, mert ő ilyen. Olyan környezetet teremt, amely eltávolodik a valóságtól, egy buborékot alkot. Egy buborékot, amelyben ti ketten éltek. A fantáziák, konfabuláció, képzelgések buborékát, amelyen belül él két gyermek, akik fogják egymás kezét a sötét, veszélyes és félelmetes erdőben, mint Jancs és Juliska. Egymást nyugtatgatjátok. Biztonságot adtok egymásnak. Azt kezded érezni, hogy a borderline nélkül az életed már nem is élet. Hogy nélküle csak rossz dolgok történhetnek. Ezért kezdesz el kényszeresen viselkedni. És a legnagyobb kényszerességed közül az lesz, hogy együtt maradsz a borderline-nal. A borderline képes arra még hozzá korlátlan mértékben, hogy gyengítse a valóságtesztedet. Eleget akarsz tenni neki azt akarod, hogy az életed része legyen. Nem akarod elveszíteni, és tudod, hogy ő képes az acting útra is. Arra is képes, hogy elhagyjon, hogy megcsaljon, se perc alatt, egyik napról a másikra, ezért inkább a rabszolgája leszel. Alárendeled magad neki, engedelmeskedsz neki, követed, bármilyen hangulata is legyen, bárhová akar vinni. Minden követelésének eleget teszel teljesíted az összes kívánságát, azt csinálod, ami neki tetszik, ami számára a prioritás. És végül a legnyíltabb és legszörnyűbb stratégiája a borderline-nak, ahogy a narcisztikusnak is van ilyen, ugye figyeltél, a triangularizáció, a háromszögelés, amely akár a szexig is fajulhat. A borderline más férfiakat használ arra, hogy feldühítsen, hogy előhívja a szorongásodat és a féltékenységedet. Amikor a borderline úgy érzi, hogy el akarod hagyni, elutasítod, vagy megalázod őt nyilvánosan, vagy négy szem közt, ugye narcisztikus vagy, vagy elkezdesz kételkedni a kapcsolatban, vagy elkezded keresni a lehetőségeket, vagy azon gondolkozol, hogy megváltoztassátok az eddigi egyességeteket, vagy a kapcsolatotokat, akkor ő azonnal kiszáll, és keres egy megmentőt, egy alternatívát, és majd ő megmutatja neked, hogy mi a dörgés. Ilyenkor akár még a szexuális dolgokba is alapos részletességgel belemegy, hogy visszaszerezzen téged. Úgy gondolja, hogy megszállottságod az, hogy magad mellett akarod tudni, a féltékenységed lesz urrá rajtad, és arra kényszerít, hogy visszatérj a kapcsolatba az ő feltételei szerint semmi sem pusztítóbb a borderline számára, mint az, ha megtalálod önmagad, az autonómiádat, a függetlenségedet, és azt mondod neki, hogy csezd meg. Ettől ő teljesen összetörik. Nem tudja elhinni, hogy elveszítette a hatalmát feletted. Vannak olyan borderline -ok is, nem mindenki ilyen, vannak ilyenek, akik bosszú álló hajlamúak. Mondom, akik a spektrum jobb szélére hajaznak, a pszichopaták közelébe vannak. Ők veszélyes mértékben bosszúállók. Gondoljunk csak a végzetes vonzerő című filmre. A többiek duzzognak, vagy mély depresszióba zuhannak. Szoronganak egy ilyen eset után. De ez a borderline azt feltételezi, hogy a hatalma felettet korlátlan és örökre szól. Azt hiszi, hogy más férfiakat is felhasználhat. Ezek a férfiak lesznek a parasztok a soha véget nem érő sakjátszmájában. Amikor azonban kudarcot vall, és búcsút veszel tőle, mert nem úgy viselkedett, ahogyan kellett volna, akkor összetörik. Akkor kétkedő lesz. Akkor azt hiszi, hogy az egész csak egy hadicsel, csak egy lépés a sakban. Azt hiszi, hogy csak megjátszod. Azt hiszi, hogy csak teszteled. Hogy ez valamiféle hatalmi játszma, és te akarsz lenni a győző, a győztes. Egyszerűen képtelen arra, hogy megemészte azt a tényt, hogy a viselkedése, megcsalása elfogadhatatlan, hogy átlépte a határt, és ő kényszerített arra, hogy elmenj. Ez volt tehát a nyolc borderline stratégia. De ahogy mondtam, nem csak ennyi van, több száz vagy több ezer. Szó szerint és még folytathatnám a sort. A borderline olyan, mint egy mese. Elvarázsol. Amit az őseink úgy hívtak, hogy mágia. Varázslat. Valami, ami a természet felettivel határos. Amikor kapcsolódsz a borderlinehoz, amikor éppen egy rugóra jártok, amikor az alkímiai reakcióba belépsz, akkor mindketten átváltoztok, mint egy filozófus. De ami ebből az átalakulásból lesz, az sajnos minden csak nem arany. A borderline kapcsolatok, a narcisztikus borderline kapcsolatok nagyon-nagyon rombolók. Mindkét fél számára. Nem csak narcisztikusnak, hanem a borderline számára is. Ő is szenved. Ha narcisztikus vagy, akkor az a végzeted, hogy a borderline az egyetlen, aki mellett úgy érzed, hogy élsz. Mivel csapatba állni, összeállni egy borderline-nal, az gyakorlatilag az öncsonkítás egyik formája. Önpusztítás. Mint a fognál egy borotfát, vagy egy égő cigarettát, amelyel felsérted, vagy megégeted a bőrödet te is öngyilkosságot követsz borderline módra. És ettől úgy érzed, hogy élsz. Attól, hogy a borderline bánt téged. Hogy érzed, hogy fáj. Belefulladsz a belső zűrzavarodba, a felfordulásba, az ürességbe, a semmibe, amely benned van. Hiszen egy narcisztikus üres belül. Nagyon sok narcisztikus, akik egyben a borderlineok ok párjai, azt hiszik, hogy az üres, skizoid magformája remekül illik a borderline partneréhez. Borderline formálta üres magjuk van ugyanis. Ezt kell megtölteniük, és ennek az egyetlen módja pedig nem más, mint az, hogy kapcsolatba lépnek egy borderline-nal. Sok szerencsét ehhez! Egyet tudnod kell ha ebben a táncban benne vagytok. Mindketten rajta vagytok egy spektrumon. Mindketten hordoztok sebeket, sérüléseket, leginkább a gyerekkorból, a korai gyerekkorból, akár tisztában vagy ezzel, akár nem, akár azt hiszed, hogy neked boldog gyerek volt, akár nem. Tehát mindketten valamilyen mértékben megsérültetek. Nem mindegy azonban, a sérülés mértéke, foka, és a temperamentumod, a karakteret kombinációja, meg a genetikai örökséget kombinációja. Ezek határozzák meg, hogy a spektrumon hol a helyed. Ha nagyon súlyosak vagytok mind a ketten, súlyos narcisztikus, 9-es, 10-es, súlyos borderline, mondjuk ő is egy 9-es, 10-es a 10-es skálán, akkor abban a kapcsolatban nincs semmi potenciál. Csak a halál vár rátok, ahogy mondjuk, a haláltánc. Kinyírjátok egymást. Csak az egyikbe van empátia, a másikban nincs. Egyébként az a meggyőződésem, hogy nagyon sok borderline erősebb, mint a narcisztikus. Főleg, ha a narcisztikus rejtett narcisztikus. A borderline képes őt megsemmisíteni egyébként. Ahogy egy borderline is képes önmagát is megsemmisíteni. Szóval, ha a spektrumon nem a legsúlyosabb kategóriában vagytok, akkor viszont lehet javítani a kapcsolaton. Több okból kifolyólag. A borderline 45 év felett, de mondhatni, csak azért, hogy megnyugodjatok, hogy már a 30 éves korunktól enyhén elindulhat a spontán gyógyulás útján. Nem fog meggyógyulni 31 éves korára. 45 év felett, tehát addig eltelik 15 év, amíg valamennyire mérséklődhetnek a borderline csúcs negatív tulajdonságok. De olyan 45 év felett a borderline személyiség zavar 50%-ában elindul egy spontán gyógyulás. Ez lehet, hogy a hormonokkal, de egy csomó mindennel összefüggésben van. A lényeg, hogy a nagy impulzivitás, az egyszer-fent-egyszer-lent, a kitörések, az acting autok, -ok, azok csökkennek és 50 ban spontán gyógyulnak. Sajnos a narcizmusról nem mondható el ugyanaz, az az évek elteltével csak súlyosbodik. De ha az egyik fél gyógyuló félben van, az hat a kapcsolatra. A másik, hogy a borderline személyiségzavar jól kezelhető. Ha nem a legsúlyosabb kategória, ezt mindig hozzáteszem, ha ott a kötődés nem a legesleg rosszabb formája van jelen, akkor 90-95 százalékban gyógyítható a borderline személyiségzavar és a borderline megküzdési stílusok és vonások. Ennek az egyik legjobb tanfolyama, nekem több is van, nem is feltétlenül a borderline személyiség fogságában című képzést ajánlom, hanem a séma tréninget. A séma tréninget, amelyre ha egy pár vagytok, és az egyik fél narcisztikusnak vélelmezett, a másik borderline-nak vélelmezett, akkor egy befizetéssel ketten részt vehettek rajta, nem kell két embernek a képzést fizetni, hiszen sokkal nagyobb eredményt fogtok elérni, ha mindketten önmagatokon dolgoztok és javultok. A séma tréning az egy hosszú képzés. 18 hetes, 5 hónapos, de hetente csak egyszer kell jelen lenned benne, 45 percig, és ez általában hétvégén van, reggel 7 órakor. Legközelebb, most 2022. november, október, november van. Legközelebb 2023. februárban indul. De addig is részt tudsz venni úgy a képzésen, hogyha szeretnéd már most elkezdeni, vagy bármikor máskor, ha később hallgatod majd ezt a videót mint ahogy a képzés elindult, én általában fél évente indítok ilyen képzést, amit én élőben tartok, a végén tudsz kérdezni, de az a lehetőség, hogy online úgy elvégezt, hogy nem kell ott ülnöd azon a nem Skype, de egy hasonló alkalmazáson, mint a Skype, hanem magad egyedül, vagy otthon a pároddal akarod ezt csinálni, az a lehetőség megvan, online bármikor elvégezheted a befizetés követő. Első pénteken indultjuk az első modult, és 18 héten át kapod az anyagokat. Tehát ez is egy lehetőség. De ismerd meg a sémákat. Amikor először kezdtem el a sémákkal foglalkozni, a sématerápiának hívják, akkor nagyon nehéznek tűnt nekem, voltak benne tök jó felismerések, de azt gondoltam, hogy én soha nem fogom érteni ezt az egészet. Hát ennek már sok éve, 5-6-7-8 éve foglalkozok vele, és minden alkalommal tudok újat tanulni, és azt tudom mondani, hogy ez a kulcs a borderline és a narcisztikus működési módok mechanizmusok megismerésére, hogy rájöjj, hogy mikor vagy a dühös gyerekmódba, mikor vagy a hisztis gyerekmódba, mikor vagy a büntető szülőbe, mikor vagy az elidegenedett tüzemmódba, az elkerülőben, mind a kettőnél van a borderline -e is, meg a narcisztikusnál. És hogy kitalálj olyan szabályokat, stratégiákat, ami a ti kapcsolatotokba figyelembe veszi, hogy egy csomó mindenben nem tudtok változni, mindig így fogtok működni a sérüléseteknek megfelelően, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ehhez alkalmazkodni. Vannak dolgok, amiket nem lehet viszont elviselni. Ilyenek a durva dükkitörések, a bántalmazások. Ezeket is meg kell tanulni, felismerni és határokat állítani. Ugye ezeknek az alapja a TKAK képzés, de ott nem tudunk az összes sémával foglalkozni, mert az a képzés a kodependenciáról szól, hogy ne rendelődj mindig alá a helyzetnek. Szóval a borderline narcisztikus táncban nem kell mindenkinek belehalni. Hogyha nem a spektrum legsúlyosabb esete vagytok, ha súlyos eset vagytok mind a ketten, akkor nem tudok segíteni. Akkor hiába jössz hozzám, maximum megérteni tudsz egy-egy részt abból, hogy hogy működsz, és kicsit tudsz a viselkedéseden változtatni, ideig, óráig, mert általában az rövid szokott lenni, és néhány hónap múlva feladod, ha igazán súlyos eset vagy. De én abban hiszek, hogy egy csomó ember számára van esély, és van segítség, de csak egy módon. Ha nem csak az egyik fejlődik. Ha nem csak az egyik akarja megmenteni a kapcsolatot hanem komolyan, mind a ketten dolgoztok rajta, még akkor is, ha jelen pillanatban az egész elképzelhetetlennek tűnik, mert már szétromboltatok egy csomó mindent. Az, hogy együtt maradtok vagy külön, azt nem tudom. Ha kiszálltál a bántalmazó kapcsolatodból, akkor is ajánlom neked. Akár borderline, akár narcisztikus volt a bántalmazó, akkor is ajánlom neked a séma tréninget és a tkok vagy ennek a kombóját azért, hogy mire majd belemész a következő kapcsolatba, ilyenkor legalább fél évet hagyjál ki, és tanulj, 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 értsd meg a működési mechanizmusaidat, a triggereidet, a sémáidat, a megküzdési módjaidat. És csak utána kapcsolódj. Ehhez nyújtok neked nagyon sok segítséget szívesen, hogyha megkeresel az iroda.lifechanger.gmail.com-on, fel tudsz iratkozni itt a videó alatt a hírlevelünkre, akkor minden hónapban kapsz kávé egy hírlevelet, amiben mindig akciós lehetőségek vannak a képzésre való jelentkezésre. Vannak különböző Halloween-i, Black Friday, augusztusi, Early Bird, mit tudom én, vannak nagyon jó akciók, és akkor sokkal kevesebbet kell fizetned ezekre a képzésekre, amik nem olcsók. Valóban licenzdíjat kell nekem is utána fizetnem, valóban, drága képzésekről van szó, de úgy gondolom, hogy amikor a saját életünkbe fektetünk, az megér annyit, mintha vennél egy szobabiciklit, vagy egy smart tévét, vagy egy jobb minőségű telefont, ennél sokkal többet ér az életed. Nézz körül, mennyi olyan dolgot halmoztál már fel a szekrényedben, garázsodban, padlásodban, dobozokban, konyhakredencben, amiket megvettél, de soha nem használod. Ha önmagadba fekteted, ezt a pénzt egy időre, annak lesz hozama, más eredménye lesz az életedben. Nem ugyanazokat a mintákat, köröket fogod futni, nem leszel többet mókus kerékben. be önmagadba. Várlak szeretettel, és remélem, sok mindent megértettél ma a borderline bűbájos boszorkákról, ahogy egy másik videómban hallottál erről. A következő videó, amit majd hallani fogsz néhány nap múlva, vagy holnap, már nem is tudom, hogy milyen sorrendben jönnek ki a videók, minden héten kettő új videó jelenik meg jelen pillanatban csütörtök és péntek reggel 7 órakor, iratkozz fel a Narcisz YouTube csatornára, és ha a kis ikont megnyomod, a harang ikont, akkor értesítést kapsz minden új videóról. Szóval a következőkben sajnos a súlyos esetről fogok beszélni, a novin nincs győzelem kapcsolatra, ami egy borderline, súlyos borderline mellett egy elég ö, jól bejósolható stratégia, vagy eredmény, vagy prognózis, ők a súlyos esetek. Aztán lesz majd még egy borderline-os videóm, annak pedig a témája, mindjárt utána nézek itt a jegyzeteimben, az pedig az lesz, hogy hogy tudnak a borderline-ok -ok felszedni, mik a fél, fél, felszedő stratégiái, a hódító stratégiái egy borderline-nak. Várlak szeretettel, köszönöm a mai figyelmedet!